Újabb napra virrattunk, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, The Long Dark, Eskimo Simulator következő epizódja következik. Egy olyan epizód, ami szerintem, reményeim szerint az egyik legkönnyebb lesz. Úgyhogy a mai napon szerintem nagyon sok meglepetésre nem kell számítani, de azért megpróbálok egy olyan epizódot csinálni, ami nem feltétlenül ilyen időhúzásról fog szólni. Tulajdonképpen lootolgatni fogunk, sétálgatni, körülnézünk itt a környéken. Ugye a Csendesföldben vagyunk, a Pleasant Valley-ben, vagy nem is tudom mi volt kiírva magyarításban, most átfordítva, élvezett völgy, vagy önkielégítő völgy, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, angolul Pleasant Valley-ben vagyunk, és itt hagytuk abba, hogy aludtam egy jó 12 órát, tehát a hosszú kirándulás után, hogy elérjünk ide. A Pleasant Valley-ben egy elég hosszú útunk volt. Na most már itt vagyunk, hogy úgyhogy kezdeném ott, ahol kezdeni kellene. Méghozzá ott, hogy egy picit túlsúlyosak vagyunk, úgyhogy megnézem, hogy mi ennek az okája. Szerintem tudom, a ruházatoknál, ha emlékeztek rá, fölvettünk egy kabátot. Ugye van egy ódivatú parkám, és van egy expedíciós parkám. Na, az ódivatú parkát szeretném lecserélni erre, a városi parkára. Megnézzük, hogy érdemes-e egyáltalán lecserélni. Ugye jelen pillanatban ez 76%-os, ezt felvarjuk, úgyhogy jó legyen. Három szövet kell a varrásához, tehát ez eléggé masszív dolog. Javítás mértéke 24%, viszont 70% a sikeresélye. Jó, hát legyen. Megkeresem a használatot. Így van, ezzel már dolgoztam. Nem garantálom, hogy elsőre meg tudom varni. De mert elsőre megvarta. Hát mennyire ügyes. Na, nézzük. Ugye jelen pillanatban ezt viselem. Ódivatú parka. 3 fok, 20%, 5, nézzük a másikat. 2,5, 2, 10%. Gyakorlatilag mindenben rosszabb. Még így 100%-osra feljavítva, még mindenben rosszabb, mint az ódivatú parka. Egyébként ez nekem meglepetés, mert azt gondoltam, hogy ez egy hosszúkás cucc. És hát hiába tartja melegen a veséimet, azért látható, hogy ez egy rosszabb választás lenne. Ez a városi parka. Hát, megpróbáltuk. Na hát most már tudjuk, hogy az új városi parka, ha ilyet találtok, és van esetleg új ódivatú parkátok, akkor nem érdemes lecserélni. Jó, hát ennyi, megpróbáltuk. Na hát most már ti is tudjátok, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, úgyhogy begyűjtsük. Jó. Szövetnek jó lesz. Ja. És akkor minden más ruha nem üremben van, szerintem. Nem hiszem, hogy nagy problémák lenne. Na. És innentől, hogy szövetté alakítottuk, már értelemszerűen már nem vagyunk túlsúlyosak, eltűnt egy ruha nem ünnanásuk, mi van nálunk, ennivaló van. Nem tudom, mennyire vagyok éhes. Hát, nem annyira. Úgyhogy ezzel most nem foglalkozunk. Viszont inni azt mindenképpen. Iszom ezeket a cukros lötyöket, hogy fogjon. Túlzottan sok hasznom nincs belőle. És egyébként is most nagyon sok olyan helyszín lesz, ahol tudunk majd a klotyóból inni. Úgyhogy nem érdemes ezeket gyűjtögetni. És nem is nagyon szeretnék kipakolni, mert igazából ami most jelen pillanatban nálam van eszköztár, azt én vinném is magammal tulajdonképpen. Abban nem vagyok biztos, hogy ennyi feszítővasra szükségem lesz, mert azért nem kopik el olyan gyorsan, tehát ezt a feszítővasat használom az elej óta, ezt, és még mindig csak 67%-os, úgyhogy szerintem, és hát 1 kiló egy feszítővas, úgyhogy ha megengeditek ezt a 67%-osat, biztos, hogy eldobom, ezt nem visszük tovább, meg a 92%-osat, és elég, hogyha van két feszítővasunk bőséggel. Na nézzük, hogy mi van még nálunk. Hát, ha valamit még el tudok dobni. Szerintem horgászni se fogok a jövőben. És itt van, néznek, mert már 60 darab revolver, nehéz szó, 60 darab revolver lőszerem van már, de a revolvert még sehol nem találtuk meg, és nem merem itt hagyni, mert tuti, hogyha kitenném ide a földre, lenném a pallóra, ledobnám, higgyetek el, hogy megtalálnánk a revolvert abban a pillanatban. A vadászpuskát meg azért kell, ezt a 4 kilós vadászpuskát azért cipelem magammal, mert ugye megyünk még majd az új térképre, a fekete szikla felé, és ott ugye ez nekem teljesen ismeretlen térkép még számomra is, vagy részben ismeretlen. Úgyhogy hát ki tudja, hogy mi vár ránk, úgyhogy nem merem a vadászpuskát se itt magam mögött hagyni. Úgyhogy ennyi. Illetve van ez a, találtam egy zseblámpát még videón kívül korábban, de igazából el van törve, nem tudom használni, elem kéne bele, úgyhogy ezt is eldobom, nem kell, nem cipelem magammal fölöslegesen. Nagyon jó ez a viharlámpa. Ez nagyon jó szolgálatot tesz nekem. Így szaka. Úgyhogy ezt használom. És ezt a rengeteg varrókészletet se fogom magammal vinni, mert úgyse fogok már annyit varni, úgyhogy ezt a 60%-osat van. Ja, hogy nem mutatja. Meg kell találni. Hát akkor az első, nem? Nem. Mi az? Ja, hogy itt van fönn. Ó, én hülye.
Szóval ezt 41%-osat eldobom, ezt nem kell ennyi. És ebből a... Hát figyeljetek, én négyet kapásból leadok, meg ezt a kettőt. Így. 1, 2, 3, 4, 5, akkor még egyet. Na, négyet viszek magammal, bőségesen elég, köszönöm szépen. És mi van még itt nálam? Hát igen, ezeket sem nagyon fogom már így használni, hogy kiszárított bőrszövet. Igazából nem nagy súly. 1 kiló ez a hulladékfém összességében, úgyhogy ezt is szerintem eldobhatjuk. Nem nagyon fogok mostanában szerelgetni ugyanis. Ha meg igen, akkor úgy is fogok majd gyűjteni. Na, gyufa, igen, rengeteg gyufám van. Eldobok 40 gyufát, meg még 40-et. Ezt azért megtartom, meg ezt a 20-ast, a 8-as nem kell, 12-es nem kell, ez se kell. Jó, 20-40 az 60, meg ezt a 12-est is eldobom, kész. Jó, 60 gyufa bőven elég, a gyújtó folyadék sem kell. Nem nagyon fogok most már begyűjteni, mert gyakorlatilag ami rajtam van ruha, nézzétek meg, 30, majdnem 30 Celsius fok. Gondolom valamelyik ruha nem egy kicsikét már megrongyosodott, aztán azért nincs 30, de hogyha kicsit fölvarrogatnám őket 100%-ra, akkor 30 Celsius fok hőbónuszom van. Tehát gyakorlatilag ilyen körülmények között is izzadok, értitek? Begyújtás, mindenféle tűzgyújtás nélkül, úgyhogy semmi szükség majd. Na, elég sok cuccot leadtam, úgyhogy tudunk egy kicsikét lootolni, hogyha találunk esetleg olyan dolgot, ami szükséges. Ugye élelmiszerből csak ilyen fejadagaim vannak, illetve víz. Tulajdonképpen ez a három katonai fejadag, ez gyakorlatilag az idők végeztéig is elég nekem, mert 1750 kalória egy ilyen csomag. Tehát ha nagyon megéheznék, akkor minden rendben lesz. Úgyhogy kajára igazából nincs szükségünk, és itt a szekrényben tulajdonképpen csak kaját találnánk. Úgyhogy ezt kihagyhatjuk. Viszont van itt egy sűrített tej. Ezt azért elhozom, mert 750 kalória azért az nem rossz dolog. Na. Van itt egy autós kesztyű, nézzük a szekrényt. Bár nem tudom, miben reménykedek, hogy mi van a szekrényben, mert... Egy komcsi szvetter! Egy komcsi szvetter, mert az még kéne. Azt mondtam, hogy egy komcsi szvettert, azt még ha találnánk, azt nagyon-nagyon örülnék. Le tudnám cserélni a... mit tudom én, mit hordok? Ezt. Halászszvettert, igen, a komcsi. Erre a komcsi szvetterre le tudnám cserélni, az még úgy... Ez megjárna. Ó, tiszteltem Jézus Mária Krisztus. Nagyon vallásosak a kanadaiak. Mindenáltalán. Egészségükre kívánom. Hát, valami behinni kell. Nobody needs this anymore. Miért nem a komcsi szvetter? Istenem, basszak. Eső kabát, ezt jegyek. Kell a francnak. Jacket. Most dobtam el vagy tizet. Hagyján engem béke. Jó, hát nincs. A vizet viszont kiiszom, mert az érték. Ez fontos. Az ivóvíz a legjobb szomjoltó, úgyhogy ezt krotyót mindenképpen kiiszom. Jó. Emellett ugye nem volt. Na, akkor mehetünk. Már is körülnézni. Kezdjük a művelődési házba, mert azt már láttátok idefele a jövetmenet. Na, nyisd már ki az ajtót, ne szórakozzál. Nem találsz ki az ajtón? Na, végre. Jó reggel. Szóval. Ugye onnan jöttünk szemből. Csak viharba, meg éjszaka, ugye nem biztos, hogy láttátok tisztán. Ez az elágazódás, onnan jöttünk. Ott volt a benzinkúrás rész, ott volt a híd. És akkor ez itt a művelődési ház, ide benézünk. Hát, ha van valami program. Itt is biztos jók a programok, csak most nem érek rá most semmivel se foglalkozni. Pamut sapka, pamut sál. Csupa jó dolog. Na, benyitunk az irodába. Mennyibe került egy fellépés? Jöttem stand-up-olni. I think I can use this. Nincs időm, gyerekek, nincs időm kávézni, meg egyébként is iszok kávét, utálom, nem tetszik, nem. Gyufából is most dobtam el, vagy 100 darabot, puska, lőszer, hát jó, hát fölveszem be végül is 5 töltény, és hát kénytelen vagyok cipelni ezt a 4 mágyás puskát magammal.
nyüves revolvert nem találtam még meg sehol, és itt sem nagyon fogom megtalálni. Nagy a Benito. Jó napot. Hozzá nagyon jó kis melegedő. És körülnézhetünk, hopp, egy Saura. Excellent. 73%-os rajtó. Hoppa. Hoppa, Gangnam Style. Ó, gyapjúzokni. A krotyót kiisszuk, azt mindenképpen. Gyűjtöm most a vizet, nem tudom miért, csak azért gyűjtöm, hogy megint túlsúlyos legyek. Nagyon sok gyógyszer. Na, hát, mint mondtam, nem akarom az időt húzni, csak gyorsan így körbe tekintünk. Wonder if this is any good to eat. Hát igen, 500 kalóriás energiaszelet, az, azért az nem rossz dolog. Hopp, egy Stacy szőlő. 74%-os jöhet. Na, ott nem látok semmit, tovább. Itt is egy Fanta. Ágyikó, lehet alukázni, jó? Revolver tár, de hát revolver nincs a környéken sem, mit akartok ezzel. Csoki, az jó. 250 kalória, de legalább nem súly. Még egy gyümölcslé. Szerű valami. Jó, hát... Igen. Ez egy konyhai fiók, tudjuk, hogy mi lenne bennük. Nem húzzuk ebből az időt. Na, a nagy szekrényt azért megnézem. Kár volt. Jó. Menjünk. Hát ez tulajdonképpen ennyit tudott ez a dolog. Adjuk a műfázat. Hiszen van itt még nézni való látványosság. Hogy állunk súlyban, 30 hányat, azért gyűjtögettem a víz. A víz az most lehúzta egy kicsit a súlyt. És akkor itt vagyunk a környéken, itt lehet szétnézni. Ez egy farm. Produce, tehát itt állítják elő tulajdonképpen az állateledet. Még egy feszítővas, ez a hatodik feszítővas bezzeg, amit találok. Amikor kellett volna, akkor nem találtam. Risi gomba! Nézzetek oda! Egy nagy ehető tapló gomba fajta, mely főleg tűlevelű fákon élősködik. Oda nézzed, és gyógyító hatása is van, ha minden igaz, és lehet kraftolni. Hát igen, ez főleg kraftoláshoz szükséges, az arra, hogy risi gomba. Úgyhogy nem. Ilyenekkel azért nem foglalkozunk. Jó, tovább. Lenézünk. Kicsit. Jó, hagyjuk tovább ki a főutcára. Autó. Feszíts fel, hát ha. Nem, ez nem food, ez egy darab szar. Zacskóba, csomagolva. Gyorsan túltárgyaltuk, mehetünk tovább. Ugye ez le van bombázva az épület, de ez az autó még talán érdekes lehet. Kötszer. Két célra. Hope I can still eat this. Ez a ház viszont lakható. Jó, kezdjük ebben, ha már jöttem idáig. Kicsit hátra nézünk, nincs senki. Jó, benézünk. Nem. Nem nyert. Kéne ilyen felirat bele, hogy nem nyert. Jó, konyhát azt tudjuk. Ez teljesen felesleges átnézni. Tudjuk, hogy mi lenne belőle. De a szoba az mindig nagyon jó. Hopp, ott van valami alul. This stuff will come in handy. Volt már ilyenünk? Nehéz gyapjú kabát, amit a tengeri utakhoz tervezek, nem a legmelegebb kabát, de elég közel van hozzá, jól végzi a dolgát, szél elleni védelemben, de nagyon nehéz, átnedvesedik, át is tud nedvesedni, 2 kiló. Köszönöm szépen, nem. Hagyjuk. Hagyjuk. Nem érdemes vele killódni. Sport mellény, hát ez... Arra hagyd, ne mondjak semmi. Ezen a szinten már, na.
itt is hagytak valami polár kesztyűt. Zokni. A fiókokat még gyorsan átnézzük. Nem tudom, miben reménykedek igazából semmiben. Nekem sokkal jobb gatyánom van. Vizet most nem iszok, bőven elég van, mindjárt meg is nézem mennyi. 6 liter, ó, hát ez a játék végéig elég. És jelen pillanatban. És akkor emellett nem volt, igaz? Azt mondom, érdekes. Jó, mehetünk. Erről ennyit. Nem kötúzásba vinni a rútolás. Jajjel a másik ajtól jöttem ki. Akkor a hátsó kerten távozunk. Hál' Istennek megint esik a hó. És akkor ez volt a másik épületszerűség, amit át kell nézni. Ez fel nem biztos, hogy kéne, de ha már itt vagyunk, útban esik, akkor nézzünk. Ez egy raktár épület ráadásul. Hát. És őszintén, thank goodness, mit fogunk itt találni, semmit. Poros kacatokat. Ennyi. Hát ez ennyi tudott. Jó, az meg volt tovább. Ott van egy templom. Thompson Crossing Church. Micsoda? Csak vasárnap van nyitva. Hát ne haragudj, én nem fogom megvárni a vasárnapot azért, hogy bemessek. Áldassék meg az a havazásos, kurva hideg frontos, kibaszott, kurva szentséges úristen, már amen. Jó, ezzel se húzzuk az időt, jó? Jó, szentölt víz. Lámpa kapcsoló, itt sem működik, na hát milyen meglepő. Holy Biblia, itt is itt van, amennyit akartok. És itt találnék a templomba revolvert. Ez mekkora lenne. Várjátok. Jó, befejeztem. Nagyon. Egyszerűen nem találtam itt semmit. Itt van egy óriási templom, és semmi nincs benne. Teljesen ki van már lootolva. Na, ez legalább high ground. Nézelődni. Ó, ott is van egy házikó. Jól van. Be van deszkázva. Le sem megyek. Be van deszkázva. Jó. Hölgyeim és uraim. Egy dolgot nem néztünk még meg. Ugye idefele jövet. A farkasok miatt kicsi sietősre vettem a dolgot. Oda hátra még visszamehetnénk egy kicsit. Kicsit sietősebben alá. Ugye itt jöttünk át a keresztelődésbe, és ott voltak szemben a farkasok. Ott a kanadai zászlós vityilló. És a túloldalon voltak házak, lehet, hogy be van deszkázva. De mit szóltok hozzá, ha csak egy kis próba kedvéért átnézünk oda. Hát itt lesz a farkas, de most mit tud velünk csinálni? Az be van deszkázva, az be van deszkázva. Autó. Jó, nem érdemes kockáztatni, mehetünk. Jó, csak tudjátok, alaposnak kell lenni, alaposnak. Na. Akkor, ha már itt vagyunk, csendes völgy. Nézzünk el a farm irányába, mit szóltok. Tudom, hogy most eléggé kellemetlen az időjárás a farmoláshoz, de mit szóltok hozzá, egy kicsit megfarmoljuk magunkat, mert itt shortcutolunk. És menjünk a jó megszokott úton. Kanadai ház. Mögébe megyünk. Ki az udvarra. És akkor itt lesz egy mélyedés. Ott szembe. Látjátok, ez a mélyedés. Így hívom. Ez tulajdonképpen egy kitaposott ösvény akar lenni. Ebbe az irányba menjünk akkor. Hát szembeszél van, úgyhogy nem lesz kellemes az odaút. De hát ha változik az időjárás. Emlékeztek, múltkor itt jöttek szembe a farkasok. De egy egész csorda. Ha megint ez lesz, akkor... Shiftem van a kezem.
ott van megint ott a farkas. Ezek itt laknak. Értitek, ezek itt laknak. Uha, uha. Bazd meg. Futi! Futi, futi! Mert most kiszúrt minket sajnos. Mi van nálunk egyáltalán? Semmi. Puska. Na, itt az ideje. Na, ha közel jössz, öcsém. Nem ajánlom, hogy a közelembe gyere, gyáva. Én békével jöttem. Aha, ott van. Ott van. Bebújok ide. Próbálom nem magamra írni fel a figyelmet. De ha megtámad, nagy bajba lesz. És, ne, és biztosak lehetek benne, hogy nem ez az egyetlen egy van itt a környék. Itt a farmot ellepték korábban is, úgyhogy... Meg ez a dombos vidék, ez nem nekem kedvez most. Hát abból a szempontból mondjuk, de hogy el lehet bújni a dombok között. És hát látjátok, elvileg ez a farkas kiszúrt, mert hallottam, hogy virnyogott, meg ugatott, de lehet, hogy nem engem szúrt ki, hanem... Más-más dolga van. Mindegy. Itt legalább szélvédett helyen vagyunk. Tehát helyen lennénk, csak pont szembe fúj. Ilyenkor nem szélvédett. Igen, szembe szélvon. Érezhető. Itt lesz egy híd. Szembe. És utána kell majd figyelnünk. Igen, befúj a szembeszél. Na, kukucs. Szarvasokat már látom. Itt a szarvasmező, úgyhogy nem is értem, hogy a farkasok mit akarnak itt tőlem. Van itt táplálék bőséggel. Na ez a farm. Ahol élünk. Ahol túlélünk. Farm VIP, mert én vagyok most itt, tehát ez VIP. Jó. Tehát ott van egy csűr. És igazából csak azt akarom. Micsoda? Kellemes völgy külterület. Tehát farm. Magyarul. Fú. Nagyon fúj a szél. Aha. Látjátok ott szembe? Ez egy farkas. Aha, gondoltam. Jó van, hadd virnyogjam. Puskát eltesszük, békével jöttem. Na, írtózatos sebességgel körülnézünk itt is. That'll come in handy. Ez jó! Ez jó, mert nem hoztam magammal jelzőfákját. És most már a farkasok eléggé elkezdtek itt. Megjött a vihar. Ez a továbbhaladásukat nem nagyon fogja könnyíteni. Szóval a fejsze. Meg fenőkő. Nézem a fejszémet milyen állapotban van, 96%, és alig használom. Oké. Okay. Minőségi szerszámos láda, jelen még nem is volt. Ezt azért elhozom, mert sose lehet tudni, hogy mire lesz jó, csak ez túlsúly. Éppen hogy, hajszára éppen hogy, ami azt jelenti, hogy mit tudom én. Vigyunk meg egy ilyet. Ez egyből eltűnik a túlsúly, hogy már is jobb. Oké. Okay. Jó. Na szóval, nem, az emeletet megnézzük azért. Hát, ha valamit ott elrejtettek odafön. Ha? Hope nobody needs this anymore. Ez
szerintem sem. Nekem erre konkrétan szükségem. Az a baj, hogy ilyen viharban nem fogjuk látni a farkasokat, amikor majd haladunk. Gondolkodom. Ez egyébként ez a bakancs, ez a farkas támadás ellen jó. Ebben viszont lassabban tudunk mozogni. Jó, hát nyilván fölveszem. Csönd legyen. Ne panaszkodjál, folyton panaszkodsz. Az elejét, amit tudom, csak panaszkodsz. Nem tud semminek se örülni. Na ezt a szipőt megnézzük, hát ha addig elmúlik a vihar is. Már ezek a viharok nem szoktak egyik percre a másikra eltűnögetni. Milyen meglepő, hogy munkakesztyűt találunk a munkaasztal melletti munkaszerszámtárolóba. Jó. Szóval... Tehát a szélállósága már 62%-osan is eleve jobb. A vízállósága csak 30%-os. Pedig ez is már 8% bátnagos, ez pedig ennek 50%-os a vízállósága. És ennek csak 30. A védelme egy kicsit jobb. És 62%-os. De ez 4 kiló. Ez meg csak 1,50. Nem cserélem le. Bármennyire is jól hangzik, főleg a szélállósága, bármennyire is jól hangzik, nem. Köszönöm, nem. Köszönöm szépen, nem. Marad a bélelt bakancs. Legalább szőrös. Szeretem a szőrös dolgokat. Hát nem múlt el a vihar. Pedig eltépegettem az időt, úgyhogy... Úgyhogy nincs mese, menjünk tovább. Így. Csak most nagyon óvatosnak kell lennünk, mert a farkasok ugye nem nagyon lesznek láthatóak ebbe a viharba. Jézus Mária, bassza meg! A lehető legrosszabb időjárás van. És most várjátok, eleve meg kéne tudni azt, hogy merről is jöttünk. Mert szinte tájékozódás az szinte 0%-os most ilyen. A helyzetben. Hát ezek semmi értelme. Ennek semmi értelme, a gyerekek így elindnek indulni. Jó, vissza, nem. Ez, erre már is azt mondom, hogy nem. Nem. Nálam van a hálózsák. Ülök, hoztam. Ja, itt van. Jó, tehát aludni tudunk. Úgyhogy itt maradunk szépen, amíg elmúlik a vihar. Ennek semmi értelme így ebben a formában. Jó. Volt fönt ágy? Mindegy, leszarom. Nekem itt nagyon jó. Itt nagyon jó, hogy ki van szalmázva. Béla, ide leteszem a hálózsákot. Ezt legalább kipróbáljuk. Ezt is még úgyse kellett egyszer se kipróbálni. És akkor lehetne forgatni is, de így tökéletes, és nagyon van. Jó. Egy falatot eszek, még mielőtt lefekszem aludni, és aztán folytatjuk innen. Ruháim azok úgyis meg fognak száradni. Na, megeszem ezt a csokit. Ja, nem az energiaszelet alvás előtt, azt nem eszünk. Ígyunk sűrített tejet, mert az 750 kalória, és az jó, attól jó fog tudni aludni. Jó, ezt már nem is kell a maradékkel dobjuk, oké? Oké. Ennyi. Ez a vihar is el fog tartani jó darabig. Úgyhogy aludjunk. Kezdjük egy 12 órás alvással. Aztán meg még majd erre még rászundizunk egy kicsit. Mert az éjszaka nem szeretnék neki indulni az útnak, úgyhogy erre még egy két órás szundi. Jó? És akkor 14 óra alvás biztos, hogy elég. Na.
Oké. Okay. Már is jobb a helyzet, csak nem látunk semmit. Az nem baj egyébként. Mert hoztam gyufát. Meggyújtunk egyet. Odakint sokkal jobbak a fényviszonyok. Innen kéne kitalálni, mert itt ez nagyon sötét. Itt nem. Tovább. Itt volt valahol a kijárat. Itt van. Látjátok, majd... Megégeted a saját kezed, te szerencsétlen. Istenem. Na. És legalább látjuk, hogy hol vagyunk, igaz? Tájékozódunk. És nagyon fontos a tájékozódás. Ha elkezdek rossz irányba menni, akkor... Az nagyon nem jó, az nagyon nem jó. És a térképünk az nem sokat segít ilyen esetben. Ott vannak a szarvasok, és arról jöttünk, aha. Megnézzük ezt a... Ez az egykori csűr. Ezt is lehet találni, látjátok? Nézd, akkor... Kézi fegyver, kézi könyv, gyújtó folyadék. Mennyire hasznos dolgok lennének ezek, hogyha nem most kezdtük volna a játékot. Na! Szóval, hogy is van ez? Arra vannak a szarvasok. Ott vannak a cuttok, lehet, hogy arról jöttünk, sőt, szinte biztos. Minden esetre arra van a... Arra van a villanyoszlop, úgyhogy menjünk arra. És kimenjünk a fő utcára, mert őszintén szóval ez most nekem annyira nem... Nincs meg ez a... Ez az irány. De miért előttem galoppozzal át? Arra nem volt elég hely, baszod. Szihetetlen. Úgy le van, itt le van kerítésezve, úgyhogy ki kell mennünk a főbejáratni. Valószínűleg ez a jó irány, csak... Mindig szeretek biztosra menni. Hú. Azok mennyi nyúlban? De megyünk erre, ez a biztos. Nincs. That'll come in handy. Fájdalomcsillapító az akkor kéne, hogyha tényleg eltévednék. Mert akkor fájhatna a fejem, az biztos, hogy merre kéne menni tovább. Na. 24 száz, az elég baj. Jó. Na hát akkor gyönyörű szép napfelkeltébe sétálunk egy kicsit ebbe az irányba. Hát biztos, hogy mögöttünk van az a rész, ahonnan jöttünk, ez szinte biztos. Úgyhogy akkor elkezdünk sétálni, lehet is egy kicsit, most aludtunk nem messze, nem messze. Most aludtunk nemrég, úgyhogy tudunk. Miből gondolod, édes szívem? De egyébként tök igazad van. Ebbe az irányba fogunk haladni, és ha minden igaz, akkor hamarosan eljutunk egy olyan helyszínre, ami a következő farmos részre visz át, és talán ez volt a legjobb megoldás, ez a legjobb döntés, hogy kijöttünk ide, mert így biztosan tudom, hogy merre megyünk. Nem ér meglepetés. Így is van ott a híd, ami túl messze van, még mindig. Ki van pihenve a karakterünk, mert szépen át tudja lépni a hobuckákat, nem akad el bennük. Képes arra is, csak azért. Na itt a híd. Futi. Milyen friss vagy, akkor fussál, öcsém. Kipihent fiatal szervezet. Ó, összetölt szívek hídje. Ha Valentin napon lennénk itt, akkor még azt mondanám, hogy megszakadna a szívem, de az még kicsit odébb van. Következő Otto. Nem Otto, Otto. Excellent. Ez? 22%-os neked excellent? Úgy add meg. Ezt kapjál hasgörcsötbe. Ez. Három napi híkszékletfosást tőle. Ilyen tartósítószeres vacaktól vezetnek. Na, és akkor most itt kimegyünk a hóra.
Itt nincs kerítés. És látjátok, itt a következő ilyen viskó. Úgyhogy jó fele jöttünk, ez is azt jelenti. Nézzük, hogy itt laknak-e esetleg benne még. Majd innen is elmentek. Jó. Ez is egy ilyen csűrszerűség. Óriási Bigfoot kerekek. Hoppá! Egy fényfűrész. 79%-os. Na, ilyet se találtunk még eddig. Tudod az ideje. És még később lehet, hogy hasznos is lesz. Jó, ilyenek már vannak, köszönöm szépen. Ennyit a csűrről. Onnan jöttünk, és akkor most kimegyünk ide a főútvonalra, mit szóltok. Na, ugye itt innen elméletileg autóval is be lehetne jönni, ha mennék autóval, itt a villanyvezeték, kövessük a villanyvezetéket, mert az mindig elvezet valahova. És reményem szerint, hogy most is így lesz. Ó, ma ott van, majd ide látom szembe ott a házikó. Akkor oda megyünk. Ennyien ne szakadjál bele ebbe az utazásba. Látjátok, bármi van, ha láttok villanyvezetéket, azt kövessétek, mert az mindig vezet valahova. Ott egy autó megint. Ezt is megnézzük. Ez egy... Gyakorlatilag ez egy tanya. Ez maga a tanya. Tépjed fel hátha. Semmi. Ja. De azért benézzünk egy pillanatra. És ha már itt vagyunk a tanyán... Anyám a tanyán. Szóval ha már itt vagyunk a tanyán, akkor ezt itt kilútoljuk, átnézzünk mindent, és akkor itt megszállunk. Hát ha nem is éjszakára, de itt lepihenünk megint, és akkor majd innen fogjuk legközelebb folytatni, mert ez egy emeletes viskó, meg itt a környéken is lehet mit nézelődni, úgyhogy ezzel el leszünk most, mire ezt kilútoljuk, meg aztán pincéje is van. Emlékeim szerint, na nézzük itt hátul a garást. Semmi, kár volt, mindegy. Vízgyűjtő, siló. Vagy lehet, hogy inkább, nem vízgyűjtő, szerintem ez inkább, mint egy farkas. Bóklászik. Na. Én azt mondom nektek, gyerekek, hogy kezdjük a pincétől a padlásig, jó? Akkor pincébe kezdünk. Pincébe kezdjük a lootolást. Na, a boiler szobában. Föl lehet rögtön menni, tessék parancsolni, ezek oda. Autós kesztyű, gyufa. Ez már kilútolva. Öltöző szekrény. Hope nobody needs this anymore. Anymore. Na, ezt most már muszáj megmutatnom, már megint a halász vett. Na, ezt most már muszáj megmutatnom. Ez csak poén, tényleg semmi értelme, de muszáj vagyok megmutatni, hogy mi van, hogy így ezt a karakternek a fejét nézzétek. Fölveszem a símaszkot. Ezt nem lehet megszokni. Nem lehet megszokni, de jó. Gyorsan tépjük szét. Ez a UFO fej. Na. Kérem szépen vissza a kanadai sapkámat. Oké. Okay. Tehát... Ott tartottunk, hogy... Ja, irattartóban nem szoktak tenni revolvert, én most már csak igazából csak a revolvert keresem. Szárító? Hát mondjuk ebben lehet ruha. Nem üde. Igazából mi értelme lenne megnézni. Mosógép. Fú, de retkes büdözzó. Oké, tovább. Ha,
Hát ez tulajdonképpen ennyi volt, itt is van egy rösszer számos ládája. Na, menjünk a földszintre. Bekopogunk. Gondoljatok bele, ha itt lakna valaki, kicsit se lenne egy kicsit félelmetes, hogy valaki a pincéből így rájuk tör így a semmi közepén, így akkor a reggel. Kicsit, gondoljatok bele, hogy a pincéből így jön egy ilyen fazon, aki már nagyon régóta úton van, csapzott, büdös, lábszagú. Bejön ide hozzájuk, érted? Hello. Van valami reggeli. Could end up being useful. Most kivételesen, mindig balra szoktam kezdeni a lootolást, de most kivételesen jobbra kezdtem meg. A kijárat, egy csúcs szóda. Jó, hát itt tudjuk jó, hogy ugyanazok lesznek, varró készlet, meg mi egymás. Olyan dolgot nagyjából nem fogunk találni, amit eddig még nem láthattatok, úgyhogy szerintem nem is erőltetjük. Jó. Ez mi? Igen, a Hernbátel. A szekrényekben azért még lehet érdekesség. I think I can use this. Lehet, de nincs. Több kijárat is van. Ez megnyugtató. Rám ne szakadjon már a tető, az Isten áldja meg ez. Ezt most nem is értem, minek kattintottam rá, ezt akartam. Nem mintha jobb lett volna. Nagyon sok családi emlék, fénykép. Jó. Oké, szerintem jön az emelet. Ilyet adjál már. Olyat adjál, ami kell. I could use this. Értsed meg, hogy nem kell, bazd. Akkor ne adjál semmi. Ó, a fegyvertisztító adjál. Tovább. Van itt még nézni való azért. Az mi a tekem? Tengerész kabát. Ezt már múltkor megbeszéltük, hogy nem kell. That'll come in handy. Képzeljétek el, ki kéne lootolni ezt az egészet. Úgy, ahogy van tövérőhegyire, mindent át kéne vesézni, az mennyi idő lenne, elég sok. Annak idején meg is tettem a videónak, a videósorozatnak a legelején. Ezt ki is lootoltuk ezt a részt. És sokkal alaposabban. Most már nem kell annyira szarakodni vele. Itt voltunk? Most már biztos. Jó van. Vérez zokni van. Minden szírszar. Oké. Okay. Na. I think I can use this. Energia szelet. Ez legalább jó. Egyeli szekrények. Szerintetek mi van bennük? Semmi. Oké. Okay. Oké. Okay. Voltunk, jó, voltunk mindenhol. Szerintem okék vagyunk. Mindent átnéztünk, ami úgy tényleg fasznos lehetett. Revolvert itt se találtunk, de hát szerintem ez nem meglepő most már ezek után. Lehet, hogy nem is fogom most már a játék végéig se találni, nem tudom. Egy biztos. Itt letáborozom. Eszem iszom. Stb. És akkor újult erővel nekiindulunk a további résznek. Ugye a legközelebbi epizódban egész biztosan megnézzük a repülőgép szerencsétlenség helyszínét, mert ez ezen a térképen van. És akkor nekiíramodunk a túloldali térképnek, tehát a Farkas-hegységnek.
Timberwolf Mountain felé megyünk, és akkor a Timberwolf Mountain-től fogjuk majd feltárni a legújabb, a legfrissebb térképet, a fekete sziklát, és hát lassan tulajdonképpen ennek a sorozatnak is, vagy ennek a szezonnak is a végére érünk. Nem titkoltan 30 darab epizódot terveztem ebből, és most voltok a 26. epizódnál, úgyhogy hamarosan akkor vége ennek a szezonnak is. Ha esetleg tetszett ez az egész sorozat, vagy tetszett ez a videó, vagy mondjuk a korábbi videók, vagy a korábbi epizódok, vagy bármilyen más tartalom, mint a csatornán, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett, nyomjatok a lájkot, írhatok kommentet, és kérdezhetek a játék a kapcsolatban, és szerezzétek be ezt a játékot, mert szerintem érdemes. Hamarosan tehát jövünk a következő epizóddal, addig pedig a túlélő felszerelés minden körülmények között legyen veletek, hogyha ezzel a játékkal játszotok. Csumi, sziasztok!